A személyi jövedelemadó 1%-át minden adózó felajánlhatja. Tavaly például 1 millió 690 ezer magánszemély élt a lehetőséggel. A különböző szervezetekhez országos szinten összesen 8,7 milliárd forint került. A Nyíregyházi Csatorna utcai Állatbarát Alapítvány működéséhez is hozzájárulnak a felajánlott adó 1%-ok. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Novák Hajtó Éva, az Állatbarát Alapítvány telephelyvezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt. Ha jól tudom, akkor évről évre, legalábbis itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy Nyíregyházán önök kapják a felajánlott adó 1%-ok közül a legtöbbet. Igen, mondhatni, és nagyon is hálásak vagyunk ugye ezekért a felajánlásokért. Egy ilyen szervezetnek, alapítványnak a működtetése hatalmas pénzbe kerül, az emberek nem is gondolnák egyébként, hogy mennyire. És ugye amit észreveszünk, hogy azért évről évre, ha nem is túl sokkal, de azért hál' Istennek növekszik ez a szám. Reméljük, hogy az idén még jobban tudunk ebben kis fejlődést elérni. Ez azért nem jelenti azt, hogy az emberek inkább az állatokat kedvelnék, mert hogy országos szinten pedig nem az állatokhoz kötődő segélyszervezetek kapják a legtöbb adó 1%-ot, ha jól tudom. Nem, abszolút nem, ez így van. A legtöbb adó 1%-át általában ugye inkább a beteg gyerekek, daganatos megbetegedéssel küzdők, illetve különféle embervédelmi szervezetek, hogy így fogalmazzak, kapják. Viszont ez tény és való, hogy előkelő helyet foglalnak el azért az állatok is ugye az emberek szívében, hogy így mondjuk, de abszolút nem előzi meg egyébként az emberi támogatottságot. Azt mondja, hogy hatalmas az önök fenntartási költsége. Az adó 1% ebből mennyit fedez? Magyarán mennyi? Hát tulajdonképpen ugye az elmúlt év során 22,3 millió forint adó 1%-át kaptunk, az egész éves működési költségünk pedig 46 millió forint volt, tehát durván a felét fedezi ennek a pénznek. Természetesen ugye ez nem csak ebből finanszírozzuk, ugye nem csak az adó 1%-ából, hanem folyamatosan gyűjtésekkel próbálunk fennmaradni, illetve hát nem titok az, hogy a költségeink legnagyobb részét, mondhatni a 80-90%-át az állatorvosi egészségügyi költségek teszik ki. Amikor érkezik esetleg egy beteg állat, vagy egy balesetes kutya, macska, aki természetesen menthető, akkor külön posztokkal, figyelemfelkeltő írásokkal próbáljuk felhívni az emberek figyelmét, és hál' Istennek segítenek is, tehát azért nem titok, hogy az ilyen komolyabb műtéteket általában gyűjtésekből finanszírozzuk, illetve hát különféle olyan fejlesztések is ezekből a plusz gyűjtésekből valósulnak meg, például az idős kutyák kennele, a kölyök karantén, amire külön-külön indulnak kis projektek, és ugye az emberek pluszban adományoznak nekünk, hál' Istennek. Ez a 46 millió forint, ezt hogyan értékeli évről évre? Hát gondolom, mindig lehetne több. Igen, természetesen, tehát ugye próbálunk mindent megadni az állatainknak, ami ugye szükséges. Nyilván nem csak az etetés, nem csak a gyógyszeres ellátás és a balesetek kezelése ugye az elsődleges, hanem ugye ezt a 4000 négyzetméteres telephelyet fenn is kell tartani, tehát ugyanúgy van rezsiköltségünk természetesen, tehát víz, áram, stb., amire ugye az ember nem is gondolna. És hát természetesen ugye vannak dolgozók is, akik ezeket az állatokat ellátják, és nyilvánvalóan ugye az sem kevés, annak ellenére, hogy Nyíregyháza városa azért támogat minket közfoglalkoztatott emberkékkel, illetve hát a területért is nagyon hálásak vagyunk, hiszen ezt a 4000 négyzetmétert 27 éve kapjuk Nyíregyházától, úgy, hogy nem kell érte fizetnünk. Hány házi állatot tudnak önök most hát idézőjelesen elszállásolni? Hát a normális létszám, ami azt mondjuk, hogy élhető lenne, az egy olyan 140-150 kutyának elég, macska tekintetében egy olyan 30-40. Ehhez képest több mint 200 kutyáról gondoskodunk folyamatosan, hiszen akárhányszor örökbe adunk egy-egy kutyát, gyakorlatilag 10-szeres mennyiség érkezne be. Ez sajnos köszönhető annak, hogy az ivartalanítás az még mindig nem egy elfogadott dolog, vagy legalábbis elég kevésbé. Nem egy elterjedt dolog, így van. Rengeteg felesleges alom születik meg, és hát nagyon sokan felelőtlenül tartják az állataikat, elszögdösnek, nem tesznek bele csippazonosítót, vagy esetleg az nincsen regisztrálva, és ugye emiatt nagyon sok kóborkutya soha nem talál haza. A fejlesztésen gondolkodtak már? Persze, folyamatosan fejlesztünk, tehát ugye ez nagyon nagy tervünk és célunk, hogy ugye egy olyan élhető otthont hozzunk létre, ami gyakorlatilag majdhogy nem állatkert szintjén működik, hogy így fogalmazzak. Ugye azért Nyíregyházának van egy nagyon látványos állatparkja, ahova ugye szívesen látogatnak ki a családok, és hál' Istennek mi is egyre inkább ebbe az irányba tartunk, hogy nem csak egy menhelyként, egy átmeneti helyként működünk, hanem egy olyan családi központtá kezdünk válni, ahol tényleg szívesen eltöltenek az emberek nálunk pár órát, kutyát sétáltatnak, ismerkednek, a gyerekek ugye a kölyök kutyákkal játszanak, tehát egy elég vonzó terület, úgymond ez Nyíregyházának. Mennyi idő az a legtöbb, amit egy kutya átlagban eltölt önöknél, vagy
A legrégebben bent lévő kutyánk 12 éve alakunk, viszont átlagban azt mondhatni, hogy 1-2 év az, amit eltöltenek. Természetesen a kicsik, cukik, szépek hamarabb elmennek, tehát akár 1-2 hónap alatt is, viszont sajnos tényleg van olyan kutyánk, aki évek óta bent van nálunk. De az esetek nagy többségében gazdára találnak? Én azt mondom, hogy igen, tehát kb. 70-80%-uk forog, egy olyan 20-30% az, aki sajnos beragadt kutya, vagy esetleg macska, és nem tudjuk örökbeadni, de a nagy részüknek igen, tudunk családot találni, hál' Istennek. De nekik végül nem az a sorsuk, hogy el kell altatni. Nem, természetesen, tehát állatotthonként funkcionálunk, ugye ez azt jelenti, hogy mi ezzel felvállaltuk azt, hogy akár meddig is él az a bizonyos állat, kutya, macska, természetesen élete végéig gondoskodunk róla, úgyhogy ez mindenféleképpen fontos, hogy nálunk soha nem volt, és nem is lesz altatás. Említette, hogy a telephelyet 27 éve kapják a nyíregyházi önkormányzattól, akkor ez azt jelenti, hogy már jól pár évtizeden működnek. 27 éve működnek? 27 éve az alakulás óta. Hát jó, gondolom azért természetesen az elsődleges cél az állatmentés, de volt másodlagos cél is, amikor megalapították ezt az alapítványt? Igen, az állatmentés mellett nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy felelősségre neveljük ugye a gyerekeket, illetve felelős állattartásra. Rengeteg olyan programunk van, amivel igyekszünk megcélozni a környékbeli nyíregyházi, vagy akár a Szabolcs megyei családokat. Ez alatt azt értem, hogy nagyon sok olyan programunk van, ami ugye egyrészt ki is vonza az embereket, másrészt pedig ugye a gyerekeknek is ad egy olyan pluszt, amivel én azt gondolom, hogy felelősségteljesebb emberré válhatnak. Nyári táboraink vannak, 3 turnust is indítunk egy évben általában, illetve az Állatok Világnapjához kapcsolódóan, ez októberben van, rengeteg iskolába, óvodába ellátogatunk, és hát ugye a gyerekek, kamaszok nagyon nagy örömmel fogadnak minket, érdeklődnek, és mi úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy később tényleg olyan felnőttek legyenek, akik miatt sokkal kevesebb állat kerül majd utcára. Ez főállásban végzi ezt a munkát? Hát mondhatni azt, hogy másod vagy mellékállásban, tehát én emellett fotózással foglalkozom, de tény, hogy az időm nagy százalékát a menhely tölti ki, igen. És a többiek pedig gondolom akkor önkénteseket is várnak, ugye? Így van, önkénteseket folyamatosan várunk, van egy pár természetesen saját alkalmazottunk, viszont, illetve ahogy említettem, ugye közfoglalkoztatott emberkék is, 50 órás programunk is van, tehát ugye a középiskolás diákok is bármikor letölthetik nálunk az 50 órás közszolgálatot gyakorlatilag, illetve hát nagyon sok olyan ember is van, akik csak úgy kijönnek segíteni szabadidejükben, vagy barátokkal, illetve céges társaságok is egyre gyakrabban megjelennek nálunk. Hirdettek egy ivartalanítási akciót is. Így van, az Agrárminisztérium által nyertünk egy 10 millió forintos pályázatot, összesen 96 millió forintot lehetett nyerni ezen a pályázaton, ebből 10 milliót mi el is hoztunk. Ugye kiemelt terület volt Szabolcs, Borsod, Nógrád megye területe, és ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 300 kutyát tudunk ebből az összegből ivartalanítani. Óriási volt a túljelentkezés, tehát nem számoltunk erre, hogy ekkora igény lesz erre, aminek részben örülünk, részben viszont egy kicsit kétségbe is vagyunk esve, hiszen sokkal, de sokkal többen jelentkeztek, mint amennyire lehetőségünk van. És hát természetesen szeretnénk azt elérni a későbbiekben, hogy esetlegesen önkormányzatok, városvezetések úgy döntsenek, hogy besegítenek ebbe a programba, hiszen nagyon-nagyon sok múlik rajtuk, és hogyha ez támogatva lenne egy kicsit jobban, akkor valószínűleg nekünk is sokkal kevesebb dolgunk lenne. Tehát itt már gyakorlatilag betelt a jelentkezés. Hát tulajdonképpen most ott járunk, hogy kb. 80 kutyát ivartanítottunk eddig ugye a 300-as keretből, még mindig rengeteg e-mail, illetve üzenet vár visszajelzést, illetve hát nem titkolt az sem, hogy mi magunk is próbáljuk felkutatni azokat az elmaradott településeket, illetve részeket, utcákat, telepeket úgymond, ahol azért nagyon problémás ez a szaporulat, a kóborkutya probléma. Jelen pillanatban nagy halász területén tevékenykedünk, de szeretnénk ugye eljutni Ibrány, Kótaj, Búj, Tiszavasvári, Tiszalök területeire is. Mi azt tapasztaljuk, hogy ezek a legfertőzöttebb területek, illetve ezek azok a részek, ahol a legfelelőtlenebb az állattartás sok esetben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.